Tessék! Jó napot! Jó napot kívánok! Sziasztok! Szia. Nem zavarok? Szia. Nem. Meg vagyunk? Meg, igen. Jó, köszönöm. Szia. Sokan vannak még? Mindenki rád vár? Szerintem elfogytak. El? Szerintem elfogytak. Egy vérnyomásmérést. Tényleg? De ide ülök, megnézem, milyen Busai Dóri orvosnak. Nekem ez még olyan furcsa. De neked is, én nem? Már megszoktam. Volt rá most már egy 2 éve így. 2 éve vagy? Hát itt így most, körzetében. Igaz? Igen. Na és a betegek hogy fogadtak el apukád után? Vártak nagyon. Hát meg mindenki ismerős, a szemük láttára nőttél fel? Sőt, itt laktatok, nem? Igen, igen. Konkrétan itt volt ez a kis udvarunk, ott volt a hintán, meg hátul a kis civeteményes, meg minden. Okay. Mikor apukád gondolt egyet, hogy borászkodni is fog? Hála az égnek. Mi nagy örömünkre. Így van. De menjünk át a borászatba, jó, hogyha végeztél. Elrabolom. Jó? Dórikám, oké, hogy körzeti orvos lettél apa után, miután ugye apa sajnos elment, itt hagyott bennünket, de a borászatot átvenni az még nehezebb dolog lehetett. Hogy tanultál ebbe bele? Apránként, apránként, de nagyon jó alappal indítottam, mert húgomnak meg nekem is azért ő tudatosan, de úgy, hogy mi ne vegyük észre, mindent megtanított. Egyébként hogy lett a borászat? A falu mindenkinek van valamilyen kis kertje, kis szőlője. És ugye ő azért falusi gyökerekkel ugyanúgy benne volt az, hogy 11 óra után a rendelőbe nem malmozott otthon, hanem kellett valami. Uh-huh. Volt hozzá egy jó ürügy is, ugye, amit sokszor emlegetett is, hogy hát... Sok rossz bort kapott, ezt én is hallottam. Így van, szó, így van, de szerintem ez egy plusz egy indok volt édesanyám felé, hogy miért kell nekünk szőlőt telepíteni és pincét építeni, de... De... Örülök, hogy ilyenkor rossz borokat kapott. És nagyon nagy gurmé volt. Az biztos. Hú, de szeretett biztos, és tudott úgy, is enni. Igen, meg szerintem az is ösztönzött engem arra, hogy minél jobban készítsek el dolgokat, mert ő soha nem. Tehát ő mindig volt ez a de. Tehát amikor így megdicsért valamit, és nem fűzött hozzá semmit, akkor így vártam egy kicsit, hogy mikor lesz meg, és nem. Nem? Csodálkoztam, hogy ez most ízlel. Miért a borodicsékhoz hoztál először? Én itt rengeteg időt töltöttem a Jóska bácsiékkal, a lányaival. Apukámnak az egyik legjobb barátja volt a Jóska bácsi. Rengeteget jártunk ide le. Együtt vadásztak. Járták a hegyet, úgyhogy nagyon régi barátság és kötelék kezdődik hozzájuk. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt. Honnan tudják, hogy iszunk bort? Hát most van már lehet. Úristen, micsoda reggeli! Sziasztok! Szia! Gyönyörű ez a birtok. Hát ebben hány év munkája van? Hát 2000-től csináljuk már végül is. Először még egy pici házikó volt itt, azt utána újítottuk.
És ezek mind saját termékek. Ezek a mandalicából vannak, igen, az sonka, ilyen kötözött sonka végül is. Nézd, adok neked egy tányért, jó? Ezek meg különféle szalámik, ez szarvas szalámi, ez a barnám. És azok? Ez cukortükrém, ez meg ilyen fűszeres, füstölt háj. Füstölt, fűszeres háj. Igen. Ezt úgy hívták régen, hogy bumhájnak hívták, nem tudom, hogy miért. Az a neve. És ezt csak akkor lehetett megkezdeni, amikor a kapuk megszólalt a szőlőmetszés. Mikor a szőlőmetszés volt. Tényleg. Most megkezdtük, nem szólalt. De hogy van ez a belső háj, amit hájas süteményre szoktunk használni? És akkor hogy készül az? Paprika, fokhagyma, só, bors, és meg van füstölve. Össze van keverve. De mikor már össze van keverve, akkor megy a füstre? Be van töltve, mint a szalámi, egy ilyen bélbe, és akkor úgy van megfüstölve. Soha nem hallottam. Meg kell kóstolni. Ez nagyon finom. Egy kis erős paprikával. És a bor a tiétek, vagy Jóska bácsi? Nem, Jóska bácsi, nem nagyon. Ja, van szőleje is. Persze. És milyen? Majdnem szomszédos a Dorika. Szemben. Na, és milyen szőlő? Ez egy olasz rizling. Olasz rizling, Isten értese. Köszönjük, hogy jöhettünk. Majd a tiédet is megkóstoljuk. Na, milyen tiszta. Szuper. Jó szokott lenni. Jó, tényleg jó. Miért, hogy az az egy szelidebb, mint a többi Józsi bácsi? Hát mert kisbáránykorában az anyja elhagyta, és akkor a szumisüvegből neveltük föl, és az annyira hozzászokott az ember, az nem lehet szabadulni tőle, hogyha egyszer meglát valakit, akkor mindjárt oda jön. Gyere, Bambi! Bambus! Bambus! Csak most túl sokan vagyunk. Igen. Ezek fehér és fekete a rackák. Azok, igen. Tehát egy télen nyáron kint vannak. Igen, hát ott van a lakójuk, hogyha akarnak, ott lent, ha akarnak, bemennek, akarnak, nem. Eldöntik, hogy hol vannak. Először kecskék voltak, de azok tönkretettek minden fát, azt ki kellett cserélnem, mert azok gazemberek voltak. Volt egy alkalom, amikor a kecskék megjelentek nálunk ott a gerincnek a másik oldalán, talán pont húsvét volt, és így mondták, hogy az boldog húsvétot. Igen, nem nyuszi jött, hanem kecske. Mennyi marha van? Az 6 darab van a kis borjúval együtt. Milyen fajták? Angusz. Az egyik legjobb hús az angusz. És még milyen állat van? Még nyulak vannak itt ebben a kis holba. Még méhek vannak még. Méhek is? Fele. Igen. A mézet is mi termeljük itt magunknak. Mert... És akkor mennyit dolgoznak? Hát amennyit ilyen éppen napon. Amennyit kell. Én emlékszem, hogy édesapád borban pácolt sonkát készített. Mindennel próbálkozott, tehát amiben lehetett pácolni valamit, azt kipróbált. Tehát, hogyha... Bor az mindenhez kell lenni. Igen, igen. Az alapja igen. Mindennek. Ha nem a húsba, akkor mellé ittuk. Most egy mangalica tarját készítünk hagymaágyon. Nem lehet akkor kezdeni, ezt meg kell zsíroznia. Jó. Ezért. Jó, bőven. Úr, én megzsírozom, te meg szeletelsz. Ne kell sajnálni velem, kellene. Hagymát, igen, aprik. Közben összetegeződtünk. Hát ez gyönyörű. Ezt ebben a fűszer keverékkel be kell akkor. Mert ebben mi van? Hát ebben mindenféle ilyen sertéshús, só, bors, fokhagyma. De most ezt úgy kéne, hogy akkor ide le kell tenni, és akkor a mustárral viszont meg ja, kell a mustár is kell rá. Tökéletes zsírhús arány. Tökéletes. De jó zsírillat van, ahogy melegszik. Igen, igen, olvad. Tegyünk bele hagymát, hogy ne égjen a zsír meg, mert... Oké, bocsánat, ide nyúlok. Ezt üvegesre vagy pirosra kell? Nem, most már rá lehet tenni a húsokat. Már lehet is. Bort hozzá kérszikem. Ja, bor is jön rá. Hú, de kicsit szép. Megpirítjuk rá, áthordítjuk, és akkor utána letegyük majd. És akkor párolódik. Igen. Egy és vizet, semmi, csak bor. Bort teszünk rá, az az alapja mindennek. A bor az alapja mindennek. Ez meg egy bárány. Hát gerinc. Ez milyen gyönyörű ez a hús. Ezt így beírni vagyok. Szeletenként? Igen, és akkor ezt meg kell tüzdelni majd a réseket fokhagymával.
Hogy ne egész van, hanem egy kicsit ugye az ízek miatt. Kettő kell vágni. Pirult mind egy a két oldal. Kis teszünk rá, hogy nem megégjen a hagyma. Igen, kezd a széle. Egy. Csak jó borral főzünk. Lefeketem? Igen. Le kell fenni, igen. Úgy, akkor most addig elő tudjuk készíteni a bárány. Jó, ja, gyönyörűen beír már fokhagymát. Ezt meg kell tüzdelni akkor, így fokhagyma. És mennyit rakjunk oda bele? Hát egy 2-3 gerezdet minden résbe. Uh-huh. És ezt mibe sütjük? A tepsibe majd. Tepsibe. Azt is alá kell zsírozni. Jó. Még megsózzuk ezt is, meg megborsózzuk ezzel. Fokhagyma megvan. Só. Nem sokat teszünk és rá. Alá hagymát teszünk? Hogyne, föl kell vágni azt ilyen negyedekbe. Negyedbe? Igen, nagy darabokba. Jó. És ezt a kemencébe tesszük? Igen. Egy borsot akkor kicsit. Tehát vörös hagyma, paprika, igen, a sárgarépa kerül alá. Befedjük a füstölt szalonnával. Legalább jól átszívja a hús most a szaftokat. Igen. Kis paprika, és köré még a krumpli. Igen. És ez alá is bort öntesz? Természetesen. És betesszük a kemencébe majd. Mennyi idő? Azért ez idő még. Hát ez egy jó másfél óra. Elcsábítom Bernvidékre. Jó. Jó? Mindenképpen. Kirándulunk, és akkor este meg találkozunk jó. Ott. Kiülünk a teraszra, és nézzünk a távolba a Muravidéket. Szerintem szép naplementénk lesz. Csak a madár csivítelés. És a kakas. Sziasztok! 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 Sziasztok. Jöttetek piknikelni. Csodálatos, tökéletes idő. Szia. Szia! 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 A kutyák a bejáratnál szia. Fogadtak bennünket. Igen. Rozi és Barka. Ezt itt ja. Hagyhatjuk, ugye? Persze. Ütögető életmód. Hát most mi van? Ibolya van, csalán van. Medvehagyma. Hát, nézd meg, már van pongyolapitpank is. Itt szoktam a birtokon csinálni ilyen olyan túrákat, ami a túlélés jegyében van. Tehát, hogyha összedől a világ, nincs orvos, nincs mentő, magunkra vagyunk hagyva, és ezen a 3,5 hektáros birtokon mindent megtalálunk. A természet csodálatos, igen. Nem ilyenkor kiráz a hideg. Isten patikája. De levetem, mert melegem van. Végigvesszük a leggyakoribb betegségeket, hogy hasmenésre, lázas a gyerek, úristen, mit csinálja, fejfájás. Biológus vagy? Igen. Ja, hát én biológia tanár vagyok, és természetgyógyász. Milyen fájtok vannak? Hát egy védett kaszáló gyümölcsös vagyunk. Uh-huh. Hát almafa, körte, szilva, gesztenye. És milyen fajta ezek a régi őshonos alma, körte, szilva fajta? Igen, hát van ez a téli pogácsalma, mosánszki, az a legkedvesebb almafánk, igen, azt meg is pogácsa tudjuk alma? Igen, igen, tehát ez lapos. Fantasztikus, tehát ilyen. Nagy alma, és igen. Nagyon finom alma. Piros. És ezek soha nem voltak megmetszve. Megpermetezve se. Ez a lényeg. Igen. Na, és akkor látom itt a kerítés és a konyhakert. Vannak büszkeségeink, például ez a balipini. Balipini. Csupa olyan szót használ, igen, ez egy dupla vével, mert ez egy dél-amerikai indiánok koppintás tulajdonképpen. Tehát ez az üvegház, vagy melegház? Igen, igen, ez egy földbe süllyesztett üvegház. Na, nézzük meg. Ez Gyulának balipini. A fő műve. Eddig Gyula. Igen. Látom, már tele van zölddel. Arra törekszünk, hogy teljes mértékben a birtoknak az adottságait kihasználjuk. Tehát, hogy önellátunk. Önellátás. Igen. Kemikália nélkül. Így van. Nézd meg, már borult be a saláta.
Nagyon szép. Fejesedik. Hú, igen. Hagyma közé rakva. Mennyivel igen, más színe van ennek a zöldnek, nem? Amit máshol meg tud az ember. Tudja? Meg mennyivel más íze. Arra is figyelek, hogy olyan növényeket ültessek egymás mellé, ami szereti egymást. Hát igen. Tehát például a hagyma szereti a salátát, de hogy amikor majd kivesszük, akkor egy kicsit fellélegzik. Meg tud erősödni. Igen, meg fog erősödni. Is van. A cékla meg a saláta is úgy történt, hogy ilyen iciri-piciri volt. Már nem lehetett megenni, tehát amit feleslegben volt. És akkor gondoltam, hogy eldugdosom, és akkor a levelét én fel tudom használni. Salátákban. Igen. Egy rúkol a levelet lelophatom. Igen, igen. Köszönöm. Jó kis borsos íz. Kedvenc levéltörtsége. Hát ezek jönnek innen, és akkor a paradicsom fog majd ide felfutni, meg a paprika, chili. Tehát amiknek kell ez a, ez a és jó olyan jó illat van. Nagyon jó. Gyógyító méhesház. De olyan, mint egy meseház, nem? Igen. Tényleg, egy Jancsi Juliska házikó. És tényleg a méhek mellett. Tavaly épült. Olyan, mint egy ilyen észak-európai ház. Igen, olyan színeket használtunk. Igen. Így van, így van. De szép és vagy. Kétféleképpen gyógyít. Egyrészt befekszik az ember, ketten férnek be. Befekszenek, és elalszanak. A méheknek a zümmögése. Ja, mert alul vannak ott a méhek. Így van, így van. Hét méh család van beépítve ebbe a házba. Hát az körülbelül olyan 500 000 méhecskét jelent. Aztán és hát ezeknek az ümmögése nagyon jótékony hatással van azon, tehát teljesen ellazítja ez a propoliszos, virágporos, mézes levegő, amit szellőztetnek. Tehát a méheknek az ümmögése alfa hullámokat indít el az agyban, és ez olyan érzés, ez mint amikor valaki meditál. Aha. És mindenki elalszik. Kertben. Mit készíthetünk tavasszal? Egy nagyon finom, üdítő csalán krémlevest, és egy petrezselyemmel ízesített burgonyagombóccal fogjuk. Nagyon jó. Csalánból lehet csinálni nagyon-nagyon sok mindent. Végül is ugyanúgy lehet elkészíteni, mint a spenótot. Most csinálunk egy túrós, csalános felfújtat. Te ügyes vagy. Annyira jó ez a zsenge csalán, és megkapom és nem a... nem csíp, ugye? Hát csíp, hogy ne csípne. Pici csíp? Hát rendesen csíp, csak én ugye tudom, hogy alulról fölfelé igen kell húzni, és ezért nem marja szét a kezem. Oda tegyem a krumplit. Igen. Jó, akkor ott főzzük a krumplit. Igen. Csináljuk meg a burgonya gombóckákat. Jó, jó, ez már főtt burgonya. Ez már főtt burgonya, át is törtem. Jó. Bele kell ütni egy tojást, sót, egy tojás, egy pici borsot, és összevagdostam a Valépiniben szedett fantasztikus petrezselymet. És egy pici liszt. Majd igen meglátjuk, hogy mennyit vesz. Amit felveszem. Jó. Nézem a vizet, hogyha felforrt, akkor forrázhatjuk a csalánt. És a többi krumpliból mi lesz? Az pedig végül is adja a sűrítményét. Aha, az adja a sűrűjét. Igen. De szép. Ugye? Ugye? Hú. Na most csíp. Addig meg be tudjátok keverni a felfújt többi részét össze. Mit rakhatok a felfújtba? Hát a felfújtba mit lesz kerül túró, csalán, jó, igen. Akkor beáztattam zsemléket tejbe. Aztán fel kell vernünk a tojást, illetve egy ilyen piros paprika a színe miatt. A lestján az egy melyikbe? Kicsit ebbe. Ebbe is teszünk. Jó. Tegyünk és a baj? Kicsi. Az kizsírozáshoz. Aha. És pici tejföl teszünk még bele, és a 4 tojás sárgája és a 4 tojás fehérjéjét felverjük, és a legvégén... Az attól lesz felfújt. Igen, és attól lesz felfújt. A túrot belerakhatom, addig igen összekevergetem igen vele. Ja, és belekerül egy kis fokhagyma is ám.
mind a kettőbe, a levesbe is, mert nagyon szereti a csalán. Ebbe kell még raknunk valamit fűszerezésképpen? Hát sót. Így van. És oda tettem egy pár fűszert. Borsikafüvet gondoltam. Aztán... Kakukkfüvet látok még. Kakukkfű is mehet vele egy pici. És csak finom? A sósága miatt. És finom? Az a lestjám. Jó lesz? Az itt tényleg így is jó. Nagyon finom. A kicsi só kell még. Igen, kell vele. Mindjárt megfő a krumpli meg a csalán. Összevágjuk a csalánt, elfelezzük, ugye? Az igen. Egyik felét összeturmixoljuk a főtt burgonyával, a másik felét összevágjuk és beletesszük a felfújt batolyás habbal együtt. A végén a tojás hab. Nagyon így jó. Van. Tudunk gyűjtögetni még nagyon sok mindent. Például viricselni is fogunk mit tudni csinálni? Majd. Viricselni. Az mi? A viricselés az a nyírvíz. De nyírvíz csapolás. Egyébként ezt hívják, hogy viricselés? Igen, Erdélyben úgy hívják. Nagyon szereti a nyírfa ezt a alacsony, pH-jú, savas talajt. Máshol nincsen ennyi nyírfa. Nem minden fa ad. Simogatni kell. Majd, akkor csapoljuk majd, mert engem ez nagyon érdekel. Igen. Igen, mikor csapoltátok hát meg? Tegnap délután. És ilyen sokat de adott? Sok, igen. Hát a holdállástól nagyon függ például, hogy mennyit ad a nyírfa, és volt már olyan, hogy teli holdkor, mikor megcsapoltam este, akkor reggelre már teljesen ki is folyott belőle. De ez egész évben lehet? Nem. Nem? Nem, csak addig, amíg ugye a levelek meg nem jelennek a fán. Szóval, amikor főztünk, akkor beszéltünk arról, hogy a birtok mindent ad. Igen. Tehát ezt is adja. Oda néz, milyen gyönyörű. Van illata. Egészségetekre. Egészségetekre. Micsoda élmény. Egészség. Édes. Egy picit. Nem gondoltam volna, hogy valaha... Van nedves is. Igen. Felét egyből el fogom rakni ide a krumplira, az is megfőtt, és azt együtt turmixoljuk. Jó. 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 Tessék, akkor gyorsan fölverem a habot. Köszönöm, lemosza. Igen, köszönöm. Ez belerakható? És könnyebben ki fog jönni. Oda? A család. Igen, abba bele. Jó, csöpögtesd le. Hogy tehát vaj, zsemlemorzsa. Igen, és akkor jól ki fog jönni. Nagyon jó az illata. És egyébként meg a csalántát nagyon meg lehet unni. És a friss csalán, így a leves, főzelék, felfújtva, nagyon finom. Itt van, tessék, a hab is, és akkor összeturmixom a levest. Jó, én pedig megcsinálom a betétet, a gombóckát. És akkor már tulajdonképpen... Kész is vagyunk. Az ízesítés. Mi kerül bele? Fokhagyma? Tejszín, fokhagyma, szerecsendió, egy kis borsikafű. És hány fokra? Hogy teszed be a sütőbe? Hát előmelegített sütőbe, egy olyan 200 fokra fogom betenni. És a lényeg a felfújtnál, hogy nem nyitogatjuk. Nem szabad kinyitni. Nem szabad kinyitni. És akkor a tetejére szórunk egy kis sajtot, jó?
Kicsit finomabb, mint a csalántea, nem? És a szerecsendió, milyen finom a jövőre. Az gyere! Behely könnyű! A mézeket mutasd be. Azt tudom, hogy nemzeti parki védjegyes termékek. Melyik? Igen. A fenyőrügyes erdei édesharmat. Ez édesharmat méz az alapja, és tavasszal a zsenge fenyőrügyeket áztatjuk bele. A legmagasabb ásványanyag tartalmú méz, tehát minél sötétebb színű egy méz, annál magasabb az ásványanyag tartalma, és tényleg szinte biominőség. És hát attól, hogy a fenyőrügyet áztatjátok, és a tüdőt kitisztítja. És akkor ez a sima mézharmat. Igen. Ő a repceméz, igen. Hát ezt is csoda. Ilyen méz színnek, vagy ilyen sárgának pörgetjük, de nagyon magas a szőlőcukor tartalma, ez az egyik legmagasabb, és pár hét alatt kivilágosodik, bekristályosodik. És ha kristályos mézet veszünk, akkor az egy biztosíték arra, hogy nem melegítették a mézet. Nem melegítették fel, így van. A friss méz még nem kristályos, de ha otthon kristályosodik, annak örüljünk. Igen. Micsoda táj, mi? Milyen nyugalom. Igen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Át kellett jönni a szomszédba, még a kutya is elkísért. Borbás Marti. Olec Károly. Busai Dóri. Olec Károly. Jó napot. Tehát ez a szlovén tájház. Igen. És ez a szikla? Nagyon érdekes. Ez a szikla, ezt Szlovénia legmagasabb csúcsáról, a Triglav hegyről hoztuk. Ez a Júlia Alpokban van, és a szlovénség szimbóluma a Triglav. És az egyesületünk tagjai többször voltunk ott a Júlia Alpokban, és akkor jött az ötlet, hogy itt Rávidéken, hol a rávidéki szlovének élnek, ide is kellene hozni egy ilyen követ, és felállítani mind a szlovénség szimbólumát. És akkor a kicsik, Szakony falu, Alsószőlnök, az a magyarországi szlovén településekről van? Igen, minden nemzetiségi önkormányzat elnök a saját falujából hozott egy követ, ezt akkor helyezte el, amikor fel lett szentelve, 7 szlovén település van. És akkor tulajdonképpen az őrség része a Vendvidék? Nem. Nem? Ez külön áll. Teljesen. Sokszor összemosnak minket, és mi most egy kicsit már dolgozunk is azon, hogy tudatosuljon az emberekben, hogy ez a Vendvidék, ez a szlovén Rábavidék, itt szlovének élnek, és ez nem az őrség. Nagyon-nagyon különös és nagyon izgalmas tájegység, az biztos. Igen, igen. Gyönyörű. Talán az egyik legszebb része tényleg Magyarországnak az őrség és a Vendvidék, itt szépen egymás mellett. Csókolom! Jó napot kívánok! Jó munkát, csókolom! Borbás Marci vagyok, meg a Busai Dóri. Jó napot! Keresztneve? Anna. Annus néni. Annus néni, igen. Sári néni. Sári néni. Sári néni. Nézd, ilyeneket készítenek. Mi a neve ennek, amit tetszenek? Az egy tojásmálé. Tojásmálé, ez meg kukoricamálé. És hogy van szlovénül? Kukarcsenkaup. Kukarcsenkaup. És az? Az meg gyájcsovékaup. Gyájcsovékaup. Akkor most a gyájcovét készítjük el. Ezt most készítjük, jó. Igen. Most tojásokat beleütjük. Igen. És majd akkor utána felverjük. Tojás mellé, olyan jó név, nem? Igen, igen. Na. Itt aztán lehet mindenhol rakni. Gyönyörű ez a konyha. Tejet. Igen, most tejet öntünk bele. Akkor sót. Só. Most összekeverjük. Jó, akkor Sári néni, itt mit, ez milyen rész itt? Ez az meg kemence. Ez a kemence. Sütötték a kenyeret, igen. És akkor ez a nagy? Az meg, ott meg üst volt benne. Aha. Itt főztek a disznóknak. Aha. És egy helyen tüzel. Ugye? Olyan észszerű volt. És akkor jön a liszt. Segíts. Szólj egy picit, na. És akkor mint a palacsinta tésztát, úgy hát kell? Hát olyan, többet. Csak egy kicsit sűrűbbnek. És a gyerekeket megtanították szlovénül? Meg. Jól van, és az unokák is beszélik? Persze, beszélik rendben a gyerekek. Zsírozzam ki? Igen. Mennyivel? Hát az benne, jó, az kell. Jó. Annyi kell. Jó beköpenni. Ja, van. És akkor fel kell melegíteni egy picit? Felmelegítjük, igen. Aha. És forró sütő kell ennek? Jó, igen, heves, forró sütőbe kell, de nézd meg, a tepsinek is forrónak kell lenni. Ó, hogy sistereny. Aha. Nem lesz vastag?
Hát Istenem, most már ebben mit csinálunk? Ami van, belemegy. És be a sütőbe. És mennyi ideig sütjük? Hát egy jó 10 perc. Már ezeket a régi hagyományokat igen nem izélik ezek a fiatalok. Dehogy nem, most megint. Megint jó darabig a tök magolaj. Nem nagyon nem kerestes, megy, de most igen. Megy. Most meg most annyira igen. Keresi. És akkor mindenkinek volt saját tök magolaj. Igen. Hát most is azért. Most is azért mindenkinek van. Most is van. Most is van. Felénk mindenkinek fűszerpaprikája van saját. Itt meg mindenkinek tök magolaja. Tök magolaja. Ott meg mindenkinek bora. Ja, van. Az meg a másik. De gyönyörű. Meg kell fordítani. Így fölpukkadozik? Igen. Így fölemelkedik, igen. Látod? Egy hullám. Most aztán figyelni kell, mert megraktam. Most megraktam. Most megraktam, most akkor figyelek, mert el ne égjen. Na. Isten ments, hogy elégjen. Piszkáld azt a tüzet, nehogy véletlenül elaludjon. Parancsára. Parancsára, asszonyom. Hát ilyen mondom. Hát megég ez a ízeteim bele a kicsit. Nem. Nem jól tüzeltél. Nem olyan. Pedig nagyon, nagyon illat, igen. Aha, sült még illat jött ki. Bele, nyom bele. Nagyon csak. Sült illat jött ki, megég. Ugye, nem így. Én is azt nem. Mondom, de nem. Akkor nem. Ez velem. Attól nem félek. Ne csintalanok. Hát így kell élni. Hát így. De gyönyörű, sikes. Így. Jól van. Törje te is. Én nézem, ahogy itt le... Nem néz jó. Ez nagyon finom. Ez finom. Ezt nagyon köszönjük. És tényleg nem égett oda. Nekem ez a kedvenc helyem, Bentvidéken. Két völgy. Hát ezt nem lehet fokozni. Kijössz a szerpentinen át az erdőből, és kinyílik előtted a tér. Meg ez az érdekes, azért csak különbözik az építészet Karcsi az őrségtől. Mert igen. Itt szanaszét vannak a házak. Igen, itt a birtokok közepén, szélén voltak felépítve a házak is, és nem szeregve, nem több ház egymás mellett, hanem dombokon, itt-ott elszórtan vannak a házak. Tehát és az őrség a szeres, ez pedig a szorvány építkezés. Azon kívül, hogy szlovén emberek lakják, még mi a különbség? Kultúrában is rengeteg... Szokások? Mondj egy-két szokást. Hát... Fiatalok köré. Az a rönkhúzás. Rönk? Rönkhúzás. Miért húzátok a rönköt? Hát ez a fiatalok kicsúfolása volt régebben, hogyha abban az évben nem mentek férhez, nem nősültek a fiatalok, akkor... Ha senki nem? Ha senki nem nősült meg, nem ment férhez, akkor farsang időszakban rönkhúzást szerveztek. Az se volt mindegy, hogy mekkora rönköt húznak, mert azért a falvak is rivalizáltak egymással, minél nagyobb rönk legyen, minél jobban megszégyenítik ezzel a fiatal párokat. És... De hogy a fából éltek azért, ugye? A fakitermelésből. Igen. Van két boros poharunk, Dori hozott bort. Köszönöm. Ha egy borászlány van, akkor ez a puska mindig első, és én meg egy ilyen kis pohárból, mert hogy ez fér be. Melyiket szeretnéd megkóstolni? Van egy csókaszőlő, és van az esküvé, a busaiék emblematikus küvéje. Hát akkor az utóbbit. Esküvé. Meg igen. Pont jó egy ilyen rönkhúzásos történet. Pont. Tényleg, nincsenek véletlenek, de ez most véletlen volt. Na. Tiéd. Úgy Karcsinak. Köszönöm. Ilyet kell itatni akkor a fiatalokkal, hogy legyen esküvő az igen. Esküvétől. Egészség. Egészségetekre. Nagyon-nagyon szép ez a vidék, nem? Gyönyörű. Tehát csak ezt tudom hangsúlyozni. Igen.
És olyan jó, mikor állatot látni egy tájban, mert egyből él a természet, él a falu. Ez az egész egyébként szlovén pénzből épült. Igen, a beruházás szlovén állami támogatásból 2010-ben indult, és 15-ben fejeződött be, és mint a gazdaság abból a szempontból, hogy azt mondták, hogy feladatunk az, hogy bebizonyítsuk, hogy nemzeti parki területen, Natura 2000-es védettség alatt álló területeken is lehet gazdálkodni, és a gazdálkodásnak... Kéne is. Így igen. Van, mert hogy eredetileg mindig is turizmust akartunk fejleszteni. De aztán, ahogy láttuk a vidéket, mert az, hogy gazosodik, az erdő az egyre nagyobb teret hódít magának, és hiába várunk mi ide turistát, a turista szereti, hogyha ösvények vannak, hogyha tiszta területek vannak, virágos rétek. Meg él a falu. Így van, és akkor így lett az, hogy lesz egy mintagazdaság, amely gazdálkodik, jelenleg 25 hektáron, és mindezek mellett pedig kiegészítő tevékenységgel, pedig mint turizmussal is foglalkozunk, természetesen vendéglátással és szobák kiadásával is. És akkor autentikus ételeket is kínáltok? Igen, a szakács az azért elég tájékozott, keresi azokat a régi ételeket, és megkeresi azt a lehetőséget. Ugye azért valamennyire ő is próbálja modernizálni az egészet, de megjelennek a helyi ételek, igaz, hogy egy picit átformálva, de én úgy gondolom, hogy már ma erről beszélünk. De nem, mert ez így van rendjén. Igen. Hajdina kását készítünk, egy zöldséges gomba kompóttal. Gomba kompót? A gomba a szokásos lepirítás helyett itt csak fölli fog, és amikor föl a gombának van egy ilyen kis kellemes édeskés íze, amit egy pici fehérborral még emelünk. Ez a hús lesz hozzá? Igen, és egy finom kis füstölt tarját megfőztünk, és majd egy kis pecsenyelébe. És szépen leszteleteled, és átmelegítjük. Átmelegíted. Igen, így. Úgyhogy a hajdinát kicsit megfuttatjuk. Látok itt is van a hajdina, ugye? Van, használják. Aztán egy kis babérlevéllel ízesítjük, mint általában a szlovén kollégáink. Igen, ők babérlevéllel? A klasszikus. Uh-huh. Aztán egy kis zöldség alaplébe fogjuk ezt megfőzni, megpárolni. Hajdinához és mennyi amit, kell? Mennyi a folyadék arányaiban? Hát ez a duplája, de hát picivel több, mint hogyha rizst készítenénk, de szerintem a hajdina az közben is nyugodtan bírja, mert amikor megkóstoljuk, hogy kicsit nagyon harapós, vagy még nem, akkor még nyugodtan lehet tenni, mert nem fog annyira kásásodni, mint egy rizs. És amit én tettem hozzá, az a kis rozmaring. Illetve egy fél fejhagymával még. Hogy jó íze legyen. Fölforr, és úgy, mint a rizsnél, ahogy a folyadék ugye elpárolok, dagad a hajdina, akkor lefedjük, és úgy szépen ez majd magát megdolgozza. Jó. Na és akkor jöjjön ez a kompót. Zsiradékon először is hagymát. Fonnyasztunk itt is inkább, mint hogy megpirítanánk. Szépen itt fonnyadozik, aztán ugye a zöldség jön hozzá, aminek a fő alkotója Zeller. És akkor egy kis fehér répa vagy zöldség és sárga répa is jön bele? Igen, ez durván a Zeller, az duplája mennyisége a répának és a gyökérnek. Uh-huh. Akartok egy picit dolgozni? Nagyon nem szívesen. Erőszak? Nagyon szívesen. Akkor a gombát így, hogyha ilyen kicsit ilyen nem túl vékony szeretek lenni. Összevagdossátok, az jó. Pumpás lesz. Illetve most ugye ez erdei gombából vagy... Hát ha most lenne vargánya. Vargánya. Figyelj, ha nagyon figyeltünk volna, akkor a vizesebb részeken lehet, hogy kucsmagombát már találtunk volna. Na de egy ugye jó házi asszonynak, mint nekem. Van otthon egy kis szárított gomba, amit most is úgymond természetes ízfokozóként fogunk használni. És mi van ott a gomba mellett egy kicsivel arrébb? Az a nagyon jó képű édességnek tűnő dolog. Végülis ezt úgy hívjuk,
hogy rábavidéki gibanica. A gibanicát ismerem. Igen, ugye az egy ilyen rétes tésztával összerétegedett túró, diómák, alma. Én kitaláltam ezt, hogy van egy nagyon könnyű keltészta, úgyhogy egy karikába nyújtunk, a szélébe megrakom az alma kockákat, ezt visszahajtogatom, egy peremet ad neki, aztán egy kis mákot töltünk rá, a túró tölteléket és a réteslap. Tehát itt van az alma a végébe. Itt a túró, a mák, és a réteslap, alul pedig a keltészta. Az a szósz, az úgy jó lesz, az egy ilyen egyszerű pecsenyelléd. Abban fogjuk pirított, a húst átmelegítjük. Átmelegítjük a karját, majd ez is itt szépen. Tehát az a zöldség megfárolódott. Igen, egy kis szósz teszünk rá, akkor, hogy induljon meg a leve. Akkor kerül bele a gomba? Igen, majd ebben majd fölöntjük ezt is egy kis alaplével. És a tejföl is a gombához megy? Az a végén az csak egy kis simítás lesz az egész szagúba, hogy... Kis simítás. Egy csöpp borsot azért tegyünk rá. A laplével? A laplével még beforraljuk, aztán akkor, ahogy mondtam, belefőzzük a gombákat. A mura. Jól mura? Mondom? A mura abba a sötét erdőssávba húzódik. Igen. És tulajdonképpen átlátunk Szlovéniába. Szlovénia, Horvátország, az ott csáktornya, az a kis... Aha, beszögelés. Igen. Igen. Nagyon szép. Na melyik borodát kóstoljuk? Ez a tavalyi szüretmény, igen, nem? Igen, 16-osak. Ezek itt olasz rizlingek. Nem tudom, szerintem kóstoljunk egy olasz rizlinget. Jó, jó. Milyen emlékek jöttek föl benned most itt a pincében? Hát édesapáddal egy traminit kóstoltunk, mikor utoljára itt voltunk, és mondta, hogy mint a sárló kanca vizelete, mert még ugye homályos volt, még nem volt teljesen leforva. Azonnal megütött, 4 napos forgatás vége, és akkor mondta, nem megütött, megkedvesett. Így van, ez teljesen már sokkal jobb, igen, nem? Igen, de ő mindig ezt a szót használta, van, hogy megkedvesett. Van egy kis szénsav. Az most jön. Most jön újból? Igen, ilyenkor tavasszal. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor nem csak a természet éled újra, hanem ilyenkor a borok is. Ugye egy kicsit melegszik a pince, de igazából nem tudom, mert nem melegszik a pince, mert ugyanolyan, mint télen, de mégis kicsikét úgy életre kelnek. Milyen érdekes, nem? Igen, igen. Olyan misztikus dolog ez a bor. Amúgy igen. Ugye? Ti hány éves korotoktól kóstolhattatok? Hát egészen kiskoroktól kezdve kóstolhattunk, szakmai szemmel pedig már ilyen tizenpár évesen elég komolyan ide kellett jönnünk a hordok mellé, és kellett. És tanította, hogy kell kóstolni, mit kell érezni, micsoda, nem? Nem. Megkérdezte, hogy mit érzünk. Szerencsére még azt mondta, hogy mi vagyunk az ő orrai a Biancával, mert hogy nagyon jól kiéreztünk benne dolgokat, és ő csak elmondta, hogy igen, ez az. Ha valamilyen nem odaillő illat volt, azt is elmondta, hogy azt miért érezzük benne. Hát akkor tulajdonképpen 10 éven keresztül tanultátok. És van valami, amit te már máshogy csinálsz? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy sok idő kell még ahhoz, hogy mindent eléggé magabiztosan tudjak magaménak, hogy
próbálkozzak apróbb játékokkal és szépítésekkel. Egyelőre maradok annál a megszokott tradicionális készítésnél, ami itt volt nálunk korábban. Én előkészítettem itt a terepet a sütéshez. Úristen, de jól néz ki! Ez egy óriási bálványprés, nem? Igen, igen, ez egy nem egy mai darab. Bele van vésve, hogy mikor. Na, mikor itt? 1737, látod? 1737? Igen. Ez a kis kemencénk. Itt a grillen lesz majd a hal. Sütő, sparhelyt. És a sparhelyten van fűtve. Meleg, igen. A sparhelyten megcsináljuk ezt az új krumplit, egy kis vágott zsíra és friss fűszerekkel. Na látom, hogy itt laktok, leteszem a poharam, itt laktok Szlovénia mellett. Igen, igen. A vágott zsírt csak ott csinálják. Csinálunk először, hogy rá egy kicsikét megmelegítjük. Milyen halat sütünk? A halunk az aranydurbincs. Oradának nevezik itt a szlovénok, horvátok. Oda jársz át vásárolni ilyeneket. Szoktam ott, igen, mert jól nagyon teszed. Jó dolgok vannak. Jó, hát az gyorsan megsül. Igen, úgyhogy szerintem azért kéne itt előtte ezt a krumplit itt megcsinálnunk. Mondd, hogy mit segítsek. Kicsit felhevítjük ezt a tepsit, és akkor utána szerintem ezt nyugodtan belerakjuk, ilyen bőséges lesz. Jó, a vágott zsír csak azért, aki nem emlékezne gasztroangyalból, ugye a fehér szalonnát nagyon apró kockára vágják, és sertét a kisütött zsírral összekeverik, és utána, hogy megsütik, ilyen nagyon apró pörcökkel lesz. Igen, és ugye ez eleve ilyen a füstölt szalonnával. Ez több füstölte? Mert... Ez füstölt. Aha. Igen. Ezt teljesen ropogósra sütjük? Igen, egy jobban, mert ugye a krumplit belerakjuk, akkor már egy kicsit. Főve, igen, egy kicsit elő szoktam főzni. Egy icipici sót szoktam rárakni, mert magába ez is sós. Meg a fűszerek. Milyen fűszerek? Rozmaringot, meg kakukkfüvet szoktam. De elkezdett pattogni. Így na van. Jó. Hátra megyek egy jó, kis fűszerét. Jó, jó, oké. Hú, micsoda illata van. Azért úgy meg szoktam pirítani úgy, hogy szépen úgy bebarnuljon, hát igen, ez a része. Hát igen, ezt is, ami még ilyen jó kis friss írás szoktam szórni. Borovicsék, mert mindjárt itt lesznek. Tényleg. Kész legyünk. De hát a halnak pár perc kell. Gyönyörű ez a hal. Hát most mondd meg, itt az aranycsíkja. Igen. Gyönyörű, igen. És hófehér a húsa, szaftos. A grillen szimplán csak fokhagymát rakok a belsejébe, sógós, és egy kis szalonnával betekerem, hogy a bőre ne égjen rá a rácsra. A grillre pedig a panázsra szoktam rárakni ezeket a fűszereket, hogy amikor az úgy meglobban, akkor azt a nagyon jó illatot, azt a fűszeraromákat és az illóolajokat azt úgy magába szippantja. Óriási! Hal bírja a sót, úgyhogy... Hal bírja, igen. Ezzel a szalonabőrrel húzzam végig, igen, a rácsot? Igen, de szerintem meleg lesz, úgyhogy egy csipesszel szerintem így fog meg is úgy. A szalonnákat rárakjuk. Hát jobb, mint a fólia, ami ugye alumínium és annyira nem egészséges. És ízeket sem tud átadni. Így van. És tegyem be? Igen, nyugodtan. Többit azt majd szerintem így apránként adjuk. Hogy... Azt a micsoda brutális mennyiségű illat. A hal zseniálisan néz ki. Szerintem ugyanilyen finom is. Valószínűleg jó íze lesz szerintem belül az a fokhagyma, szépen ott beivódott belőle. Hát azért ez a bárány, ahogy kinéz. Eszterkém, kóstold meg. Ilyen lett a gyöngyhagymáról a tarja. Nagyon finom. Ez óriási. Thank you.
Hát annak idején, még az Úri apuká élt még alapja, akkor minden nap együtt voltunk. Rengeteg halat sütöttünk, ugye mentünk horgászni a Murára, bányákba, és akkor az tárásokat sütöttünk. Este meg vadászunk, hát éjjel-nappal szinte együtt voltunk. Testvéri viszony volt közöttünk végül is. Kinek az ötlete volt a busai díj? Céhen belül. Pannonborműves cég. Igen, a Pannonborműves cégen belül alakult ki. És tulajdonképpen ki kaphatja? Mert ugye ezt azért nem titok, hogy én kaptam. Igen. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Az első szempont, hogy valamit a magyar borászatért, borászokért, gasztronómiáért tett vagy dolgozik benne, illetve valamilyen kapcsolódása van édesapámhoz. Erről beszéltem pont, hogy mindenkinek hiányzik a doki. De hát itt van az utánpótlás. Fosztusit. És viszünk tovább, mint ugye? Így van. Óriási erővel. Erre kocintunk, jó? Dórira! Isten éltessen, Dórikám! Köszönjük a vendéglátást! Egészségetekre! Nagyon nagy szakácsok vagytok mindahány. Sziasztok! Sziasztok! Anyuci, engem miért nem tanítottál meg így kézbe szeletelni? Sose gondoltam, hogy ez kell valami. Egyszerűen szerelmes vagyok ebbe a madarasi ízésbe. Futnak is a katonák, és mindenkinek köszönnek, úgyhogy oda vannak itt az asszonyok. Otthon, édes otthon. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.